Gondolom azt nem nehéz összerakni, hogy a virág az a termékenységet szimbolizálja, hiszen ez az, ami a termékeny része a növényeknek, és aztán ebből lesz később az élet, így az élet állandó körforgását is reprezentálja, ugyanúgy, mint az Ouroboros, vagy pedig a végtelen szimbolizáló Fekvő 8-as, és ezáltal összhangban van a pogány termékenységi kultuszokkal. Hogy mennyire összefüggésben van a termékenységgel, azt nagyszerűen mutatja, hogyha megnézzük, ahogyan az ember kifejlődik, ugye az első sejtből osztódás során szaporodnak a sejtek napról napra, ahogyan a körök folyamatosan hozzáadódnak az élet virágához. Ébredezők úgy ír az élet virágáról, hogy ez a nagy egésszel való egyesülésnek a szimbóluma, és ez a jelkép az asztrális geometria segítségével mutatja be ennek az egyesülésnek a stációi dimenziókban, ugye a különböző lépéseit, és a matematika nyelvén elmagyarázva. Az élet virágában legbelül 7 színes kör található, ez a 7 szín építi fel a fizikai életet. Tulajdonképpen egy kapu az anyagi lét és az anyagtalan lét között, vagyis a fizikai élet és a fizikai életen túli síkok között. Valószínűleg így már azért egyszerűbb értelmezni, hogy miért is található meg a NASA zászlaján ez, hiszen amit ők csinálnak, az nem más, mint a korai mágia vagy alkímia folytatása egészen napjainkban, és a kapcsolatteremtés azzal a spirituális birodalommal, melytől az emberiség irányítói a kezdet kezdetétől folyamatosan kapták az instrukciókat, és aminek segítségével képesek voltak a világot megtéveszteni és uralni évezredeken át. Arról ír még Ébredezők, hogy ez egyben a teremtés egyik szimbóluma, benne van az alfa és az omega is, hisz egy önmagába visszatérő tökéletes forma. Bonyolult alakzat, egy gömb, ami merkabbákból áll, amit mi ma leginkább ismerünk belőle, az egy kétdimenziós vetület. Láthatjuk azt, hogy hogyan keveredik a New Age, amit ma New Age-nek hívunk, az ősi, pogány hagyományokkal, tradíciókkal, és idézőjelbe tett istentisztelettel, amikor az emberek megtettek bármit azon kívül, amit ugye az egyetlen teremtő elvárna tőlük. Ez bizonyítja, amikor belemegy abba, hogy az élet egészében véve minden energiából áll, maga az élet is tulajdonképpen energia, az már a fény rezgés számától függ, hogy milyen színt látunk, amikor valamilyen energiát érzékelünk, vagy amikor nézzük az élet virága szimbólumot, és megpróbálunk elmélyedni benne. Ez, amikor az ember néz bizonyos formákat, és abban megpróbál elmélyedni és meditálni, ez egy spirituális gyakorlat, ami visszavezet szintén az okkult tradíciókhoz, csak az emberek sajnos tudatlanságukban eddig már nem jutnak el. És azt gondolják, hogy az a jó érzés, vagy az a tudás, vagy az a megvilágosodás, amit éreznek, az egyrészt igazi, valódi tudás, másrészt az a mindenség teremtőjétől jön, csak azért, mert jól hangzik. Ezután leírják azt, hogy csak akkor működik, ha rá van hangolva az auránkra, ami szintén egy pogány gyakorlat, és a hetes szám különösen fontos az életünkben, hiszen a 7 csakra erő kerül, és utána az aurának a 7 burka, a hetesség a testünk több pontján is kirajzolódik. A Merkaba szimbólummal az ember egy teret tud maga körül létrehozni, és ez az a tér, amiben olyan harmónia és olyan nyugalom van, amilyennel utoljára az ember az édesanyja hasában találkozott, vagy amit tapasztalt ott. Ezt reprezentálja a 7 kör, ugye ezt a teljességet, és láthatjuk ezt a 7 csakrát, ami, ha jól értelmezem, akkor a buddhizmusból vagy a hinduizmusból szivárgott ide át. De ez az, amit a pogány judaizmus képvisel, ugyanúgy, ahogy az összes többi vallás ilyen vagy olyan formában. Aki esetleg ott tart, ahol ők, hogy az ember egy önálló lény, de onnantól kezdve, hogy felismeri a makrokozmosz és a mikrokozmosz kapcsolatát, amiről maga a Merkaba is szól, az ember kozmikus lényé változik,
Ha valaki itt tart, ennél a szintnél, akkor annak sürgősen fel kell ébrednie és rájönnie arra, hogy ez az univerzum meg kozmosz dolog olyan értelemben, mint az űr, annak végtelensége és az abban található bolygók és égitestek, az mind-mind egy pogány tradíció, ugyanúgy, mint ahogyan az összes dolog, amit a tudomány számunkra előad, úgy, mint valami hatalmas vívmány. Az emberek a kezdet-kezdetétől hittek ebben a hazugságban, hiszen ezek már több évezreddel ezelőtt is megjelentek, ezek a szimbólumok. Ha valaki utána néz a Kabbalában, a Zohárban, vagyis az úgynevezett zsidó miszticizmusban, évezredekkel ezelőtt Babilonban, meg már az előtt is írtak arról, hogy a Föld gömb alakú, az atomokról, meg mindenről, a hókusz-pókuszról, amit az emberek ma tudományként és istenként tisztelnek. Ezek a szent szimbólumok, és éppen a Merkaba is, tulajdonképpen az ember kozmikus lényé való átváltozásának az eszközei. Ezek abban segítenek, hogy megfelelően tudjuk kezelni az energiáinkat, ezek segítségével meg tudjuk tartani a kapcsolatot az emelkedettebb világokkal, és így tökéletesíthetjük magunkat. Érdekes az, hogy sok-sok millió és akár milliárd ember is még mindig elhiszi ugyanazt a hazugságot, ami a kezdetektől fogva az ellenség szájából jön, hogy egy emelkedettebb világgal kell kapcsolatban maradnunk ahhoz, hogy tökéletesítsük magunkat, és ehhez ilyen eszközökhöz kell folyamodnunk, ilyen rajzokhoz, meg mindenféle egyéb pogány gyakorlatokhoz, mikor egyértelműen meghatározza a teremtő, hogy mi az az út, ami az élethez vezet, a többi az pedig mind hazugság, és a kezdetektől fogva ugyanaz a hazugság. Az emberiség pedig imádja ezt a hazugságot, és imád az álomvilágban élni, mind a mai napig. Az emberiség túlnyomó többsége kezén is állna, csak ne kelljen engedelmeskedni. Hajlandó mindenféle ostobaságra, és észre sem veszi, hogy milyen bugyut a dolgokban hisz, és mikben vesz részt. Egy a lényeg, hogy alázatot meg engedelmességet ne kelljen mutatnia, azon kívül minden lehetséges. Ez pedig Száraz György írása, mit fejez ki az élet virága, így szól: amikor Atlantis elérte a fejlődése csúcsát, akkor egy korszak lezárult a Föld életében, és egy új periódus vette kezdetét. Ennek az új korszaknak a kezdetét, illetve a teremtését jelöli az élet virága, aminek energiájából egyiptomi zarándoklataink alkalmából rendszerint töltődünk. Az embernek megfájdul a feje ennyi ostobaságtól, és a probléma az, hogy a legtöbb ember számára ezek a valóságok, ezek a bugyuta dolgok azok, amiben a legtöbb ember hisz. És mikor valaki előáll azzal, hogy mi van akkor, hogyha úgy van, ahogy az írás leírja, és valóban 6 nap alatt teremtette a teremtő a Földet, és az ő szava az, ami irányítja a világot, az persze egy mese, azon kívül minden lehetséges, még egy ilyen ostoba dolog is, csak az nem. És hogy hogyan kapcsolódik össze a New Age, a pogány tradíciók, az életvirága, a NASA és mindaz, amiben ma a világ hisz, és ahogyan ma a világ él, az nagyszerűen össze van foglalva ebben a mondatban. Vannak olyan naprendszerek és bolygók, ahol olyan lelkek élnek, akik már túlestek ezeken a fejlődési korszakokon, és akik már elérték a lelki fejlettségük következő állomását. Az ember esze megáll. Ők már más szinteken élnek, viszont olykor segítik a kevésbé fejlett civilizációk fejlődését. Így volt ez akkor is, amikor a Földön több nagy korszakváltás történt, amit nagy katasztrófák, özönvizek, tűzáradatok és egyéb hasonló történések kísértek. Persze, hogy segítik, hiszen ők azok, akik a kezdet kezdetétől fogva pusztítják és rombolják az emberiséget, és mindenféle segítőnek álcázzák magukat, nem más, mint az ellenség, az ő csapata, a bukott angyalok és azoknak a leszármazottai, a démonok. Persze ez lehetséges, de az elképzelhető, hogy más naprendszerekben, bolygókon lelkek élnek, akik innen elvándoroltak oda. Minek vándorolna egy lélek egy naprendszerre vagy bolygóra? A lélek egy spirituális dolog, nincs szüksége bolygóra vagy naprendszerre. Plusz nincs is bolygó meg naprendszer, de az emberek
el se jutnak eddig a felismerésig, mivel a legtöbben nem így gondolkodnak. Az RTL klubban az a két idióta, aki a műsort vezette, arról beszélt, hogy ezt mindenki tudja, hogy gömb a föld. Az mindenki tudja, hogy a föld gömb, csak azt nem, hogy ez nem igaz. Az, amikről itt beszél, hogy más szinteken élnek, persze, hogy más szinteken élnek. Az ellenség és az ő csapata azok a bukott angyalok, akik a kezdetektől fogva az emberiség életét tönkretették és befolyásolták, azok egy egész más szinten élnek. Csak ők nem UFO, felemelkedett mesterek, vagy plejádok, vagy mit tudom én mik. De nem is lelkek, akik ide jönnek segíteni minket. Egyetlen egy céljuk van az, hogy megtévesszék az emberiséget, eltérítsék az egyetlen útról, és ezáltal elpusztítsák. És ha valaki körülnéz a világban, látja, hogy ez nagyszerűen működik. És addig, amíg az emberek ilyen ostoba, bugyuta elképzelésekben hisznek, addig nagyon nehéz dolgunk van. Itt leírja, hogy miről van szó. Az emberiségnél jóval fejlettebb lények is tudnak erről, és eljöttek ide a Földre, hogy segítsenek egy új civilizáció létrehozásában, illetve hogy segítsenek letenni az emberi fejlődés alapköveit. Az a fejlődés, amit ők letettek, az a tudás pályáról származik. Abból származik ez a pusztítás, amiben ma élünk. Mindaz, amit mi ma tudománynak hívunk és civilizációnak, azért jött létre, mert nálunk fejlettebb spirituális lények kapcsolatba léptek emberekkel, akik tudták, hogy hogyan kell velük kapcsolatba lépni, és mind a mai napig tudják, és ezek a szimbólumok, jelek, rituálék, ezek a különböző pogány tradíciók és hagyományok, ezek azok, amik segítenek embereknek kapcsolatba lépni ezekkel. Ha nem segítettek volna olyan készségesen, akkor most nem ölnénk egymást halomra, mérgeznénk a levegőt, a földet, a vizet, meg gyilkolnánk mindent, meg pusztítanánk az egész bolygót úgy, hogy közben azt hiszük, hogy mi beszélő majmok vagyunk, akik hozzáragadtak egy gömbhöz. Hanem még mindig a fűbe ülnénk, mesztelenül és datóját majszolnánk, úgyhogy semmi dolgunk nem lenne, csak az, hogy a teremtőt hallgassuk. Úgyhogy ez az, amiben ők segítettek és segítenek mind a mai napig. A félistenek az emberekhez képest szuperhatalommal, szuperképességekkel rendelkező lények voltak, akik nem feltétlenül a Földről származtak. Elmondja ugyanazt a történetet, amit az írásokban találunk, amit Bibliának hívnak tudatlanul az emberek, amit abban találunk, csak áthelyezi ebbe a hazugságba, és ezt elfogadhatónak tartja a világ nagy része, míg hogyha valaki előáll azzal, ami az igazság, akkor az egy mese, és az angyalok azok szárnyas kis kövér gyerekek. Ezek voltak azok, akik hozzásegítették az emberiséget ahhoz, hogy pillanatok alatt képes legyen egy bizonyos tudásszintet elérni. Az emberek azt hiszik, hogy mi évmilliárdok alatt fejlődtünk el idáig, hogy kialakult egy majom, aztán a majomnak eszébe jutott, hogy tüzet gyújt, és utána már ő építette egy lovaskocsit. És ez az, amiben a legtöbb ember hisz. Mindegy, nem akarok belemenni, de érdekes az, amiről itt ír, teljes egészében leírja azt, ahogyan a bukott angyalok működtek, és utána a démonok az emberiséggel együtt csak áthelyezi ebbe a mai mesevilágba. Még arról is beszél, hogy az építkezésben segítettek, és arról beszél, hogy az itt található falvésetek, hieroglifek, szimbólumok, jelek és ábrázolások mind arról tanúskodnak, hogy amit ő földön kívüli technikai tudásnak hív, annak segítségével épült ez a templom, ez ugye Abydos. Sőt, elmondja azt, hogy az összes templomban tanítás volt és beavató helyek voltak ezek, illetve misztérium iskolák is voltak egyben, de ez a templom más volt, mint a többi, ez ugye Abydos. Erről szól maga a vallás, amit ma áthelyeztek tudománynak, és mi azt elfogadjuk, ami akkor itt történt a templomban, ami technikai képzés volt, meg misztérium, meg mit tudom én mi, azt mi ma tanítjuk a gyerekeknek 16 éven keresztül. És csodálkozunk, hogy ilyen primitív szintre süllyedt a világ, hogy elpusztítunk mindent. Mikor elfordultunk attól, aki teremtette, és átfordultunk egy másik oldalhoz, akinek az a célja, hogy lepusztítsa az egész világot és letarolja teljesen. Az erők harmonizálásának, illetve a harmóniába kerülésnek, tökéletesedésnek, nagy egésszel való egyesülésnek szimbóluma az élet virága. Tulajdonképpen az, amiben minden pogány tradíció hisz a kereszténységgel az élen, hogy nincs bűn, és kegyelem van, és megváltás, és az ember majd egyesül a teremtőjével a végén, akármit is csinál az életében. Erről szól az összes pogány hagyomány, ez az ellenségnek a hazugsága a kezdetektől fogva, hogy bizony nem fogsz meghalni. Ez az, amit akkor mondott, és ez az, amit azóta is mond az életvirága. Ennek a szimbóluma a nagy egésszel való egyesülés. Az a hazugság,
amit az ellenség elhitetett az egész emberiséggel, hogy nincsen következménye a tetteinek, az emberek nincs bűn, hanem kegyelem van, és a végén mindenki egyesül majd a nagy alkotóval. Az, hogy ki hogy képzeli ezt el, univerzum, kozmosz, felevelkedett mester, vagy a nap, vagy a mit tudom én mi, vagy visszaszáll a természetbe, vagy Buddha, vagy Krishna, vagy Vishnu, vagy mit tudom én mi, az teljesen mindegy, a hazugság ugyanaz. Hogy mennyire így van, azt láthatjuk, hiszen leírja. Abydoszban megtanították a papoknak, hogyan kell oldani a múlt terheit, ezt hívhatjuk egyfajta karma oldásnak, vagy gyónásnak a katolikus rendszerben, vagy pedig örök kegyelemnek a kereszténben, vagy mit tudom én minek az összes többiben. Ugyanaz a hazugság, az, hogy amit csinálsz, annak nincs következménye, bizony nem haltok meg. Ez az, amiről szó volt már akkor, ez az, amiről szó van ma. Pogány tradíció, él tovább. Az életvirága egy olyan szimbólum, amely a magas rezgésű kreatív elvet, a teremtési folyamatot szimbolizálja. Ez pedig már egy érdekes kép, és ezt befejezésül szerettem volna megmutatni azok számára, akik kibírták idáig. Ez azt mutatja be, ahogyan ezen geometriai vonalak segítségével egy Mercator térképből egy laposföld térképet készíthetünk, ugye ez az azimuta verzió. És ezek a vonalak szintén hasonlítanak az élet virágához. Befejezésül annyit tennék még hozzá, hogy a hazugság mindig ugyanaz, és az pedig az, ami elhangzott az elején, a kezdetén a történetnek. Bizony nem haltok meg. A cselekedeteknek nincs következménye, az élet egy nagy körforgás, és egyesülni fogunk a nagy egésszel, csak részévé válunk, akárhogy is élünk, hiszen ez egy örök tanulási folyamat, egy tökéletesedés. Ha nem sikerül, akkor majd itt-ott, egy másik naprendszerben, vagy egy új lényként újra kezdjük, és lesz még egy lehetőségünk. Remélem, hogy ezek a videók hozzájárulnak ahhoz, hogy néhányan megértsék, hogy ez nem is lehetne távolabb a valóságtól. Az igazi szeretet az a Teremtő szavában található meg. Ő elmondta, hogy mi a szeretet. Ő szerinte, és amennyiben mi azt keressük, el fog vezetni az igazsághoz, a szeretethez, és azt csináljuk teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, akkor fogunk tudni a végén vele járni. Ehhez azonban meg kell ismernünk az ő szavát. Ezt nem tudjuk mástól, emberektől, jelektől, szimbólumoktól, vagy spirituális lényektől elszerezni. Az igazság az egy keskeny út, és azon az úton tudunk eljutni a Teremtőhöz. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!